Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kendernai János az LMP-től, az LMP volt társelnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Társelnökség után is van élet, ugye? Emlékszem, amikor először voltam itt, akkor a társadalmi társelnök voltam, aztán lett belőlem a társelnök, most pedig a volt társelnök. Hát hogyne, persze. Hát előtte is volt, utána is volt. Van élet. Akkor kezdjük a legnehezebbel. Ön egy zöld politikus, hisz egy zöld politikai pártnak volt a társelnöke, és ennek a pártnak a tagja. Mit tud nekem mondani a zöld jogállamiságról? Zöld jogállamiság. Ez egy érdekes kérdés, pláne ma Európában, hogy hogyan is tekintünk erre. Szerintem létezik ilyen, és nem feltétlenül kell annak zöldnek lenni, tehát kellene olyan nemzeti minimumnak lenni, sőt, akár európai minimumnak, amit elfogad egyébként liberális, baloldali, vagy éppen zöld politikus is. Szerintem létezik ilyen. Az LMP megfelelnek a zöld államiságnak, illetve az elméleteiben, a világnézetében? Hát nem vagyok az LMP-nek most már a szószólója, tehát így az LMP... De hát még az LMP tagja, tehát hogy gondolom, hogy van egy pártagkönyv, amire az van ráírva. Biztos, hogy csak olyan elméleti, mert ma már nem, vagy van még igazi pártagkönyv is? Nincs, ez ilyen virtuális tagkönyvünk van. Virtuális párt, virtuális... Ja, hogy ezt a közvéleménykutatók mondják, hogy virtuális... Milyen volt ez az idő? Az elmúlt egy esztendő rendkívül izgalmas volt, mert én azt láttam, hogy sajnos... Ezért jött haza az Európai Unióból, hogy egy ilyen izgalmas pártba beiratkozzon? Nem, tehát nem is a pártra mondottam volna ezt, hanem azt, hogy azt megélni, hogy... És szeretnék egyébként mindenkit bátorítani, aki úgy gondolja, hogy a közélete van kedve foglalkozni, hogy ne hagyja meg a megcsökkenyésönyet megmerevedett pártstruktúrákat, hanem igenis, hogy friss arcokra van szükség. Én az elmúlt évek volt az egyetlen olyan új friss hús a halpiacon, aki megpróbált a politikába picikét megjelenni és szerepet vállalni, és ezért már érdemes volt hazajönni szerintem. Tehát mindenkit bátorítok, hogy igenis, hogy tegye ezt meg. Utána is van élet, én nagyon sokat gazdagodtam, tehát én sokkal több vagyok most, úgy érzem, emberként is. Na nem a bank szempontjából, hanem a lelke szempontjából. Mert ugye... Ebből meggazdagodni, hogyha valaki társelnök, meg nem a parlament tagja, azért nehéz. Így van. Tehát ez nem is erről szól, hanem másról. Mennyivel lett volna sikeresebb az ön munkája az LMP-n belül, hogyha a parlamentnek is a tagja lett volna? Hát én a munkámat sikeresként apostrofálom, azért azt szeretem leszögezni, tehát itt szó sincs semmiféle sikertelenségről. Hát ez minimum legalább önnek kell sikeresnek, aztán megkérdezzük majd másokat is, de mennyivel lett volna ez kézzelfogható, hogyha a parlament tagja is lett volna? Hát nyilvánvalóan egyébként egy kis párt vezetőjeként párt a parlamenten kívüli térben megpróbálni nagy sikereket elérni, az nagyon-nagyon nehéz feladat. Én azon voltam, hogy megpróbáljuk olyan új témákat behozni a közéleti beszélgetésbe, amivel a zöld politikát megpróbálhattam megtámogatni, felkelteni rá az érdeklődést, a figyelmet, és ez szerintem sikeres volt. Nyilván készülünk a választásokra, bármint hogy a politikai pártok, egyébként én is egyébként, mint közéleti szereplő vagy reménybeli politikus, mert azért nyilván nagyon nehéz politikusként a parlamenten kívül, vagy éppen a parlamenti közegen kívül megjelenni. Hát meg egy színésznek színpad nélkül nehéz. Szerintem egy színész mindenhol kiváló színész. Előző vendég is ugye nem színpadon volt. A színészek nem az utcán színészkednek, meg otthon, hanem a színpadon. Egy politikus... A politikus sem színészkedik az utcán, és a politikus sem csak a parlamentben politikus, hanem közösséget épít, emberekkel beszélget, képzi magát, felkészíti magát, kifejti a véleményét, legyen az egyébként egy kis közösségen belül újságcikket ír, vagy publikációkat ír. Tehát a politikusnak a mozgástere az messze-messze sokkal több, mint maga az a fajta színészkedés, amit a parlamentben adott esetben elvégeznek. Mennyire tesz jót egy pártnak ezek a nagy hullámok? Szerintem az semmilyen pártnak nem tesz jót, azt gondolom. Kieverte vajon már az LMP az európai parlamenti választásokon ért vereségét?
Hát én ezt is sokat dolgoztam, hogy próbáljam segíteni a pártnak a konszolidációját. Ezért cserében nem választották újra. Hát, vagy pedig elvégeztem a munkámat, és megköszönték. És most, Joe, és most jön egy új szakasz. Én inkább erre tippelnék, hogy egyébként tényleg a társaim igazából mind hálásak voltak az elmúlt egy évben végzett munkámért. Nyilván új időszak. A hála az akkor, amikor megerősítik az embert a beosztásával. Nem feltétlen. Tehát a politikusnak szerintem vagy ez nem létezik a hála. Nem, tehát ez nem hála kérdése. Politikai kategória. A politikusnak el kell tudni fogadni, hogy vannak olyan időszakok, amikor van egy feladat, amit el kell végezni, és az befejezi, elvégzi, akkor köszönettel ezt elfogadják és nyugtázzák. Én tudom, hogy ön nem időjárás jós, meg nem közvéleménykutató, de a helyzet alakulása az ellenzéki pártok között, az ellenzéki pártok sokszínűsége és különböző ideológiája mennyire összefésülhető egy kormányzati koalíciós párttá? Hát ha egészen önkritikus akarok lenni az ellenzéki térfélen lévő politikai erőkkel szemben, akkor pont ez a lényeg az a kritikának vagy az önkritikának, hogy én még nem látom ezt a fajta erős képességet, ezért iszonyú sokat kell dolgozni ezeknek a pártoknak. Ideértve a saját pártomat is, amiket vezettem. Tehát úgy gondolom, hogy a mai állapotukban még nem tartanak ott, van egy másfél esztendő. Szerint ez a másfél esztendő elegendő erre? Hát, hogyha nagyon összeszedik magukat, akkor akár elegendő is lehetne. Ezt mondja, választok megítélik, hogy ezzel a másfél éve jól éltek-e. Én nem szeretném őt rossz fényben föltüntetni, és azt sem szeretném, hogy volt pártársai újjal mutogassanak önre, de hogy a fenében létezik az, hogy baloldali, zöld és eléggé összetett koalíció végül is egy olyan embert ajánl, hogy bekerüljön a parlamentbe, akinek a második világháború túlélői, na meg a mai fiatalság sem pont egy ilyet szeretne, tehát nem egy homofóbot, nem egy rasszistát, nem arról híres az úriember, hogy filoszemita. Hogy a fenében létezik, hogy és a minap kormánypártiakkal vitatkoztam, és mondták, hogy te Péter, nézd meg az ajánló papírt, hát ott vannak az emblémáik. Tehát hogy létezik, hogy egy ilyen embert egy kormányváltásra készülő koalíció emberei javasolnak? Hogy jön ez össze a józanésszel? És nem mondja nekem, hogy a békát le kell nyelni, meg ilyeneket, mert ezekkel a válaszokkal már kiúlott a hajam tőle. Szerintem ezt nem a józanésszel kell sajnos mérni. Hanem mivel? Én azt gondolom, hogy nagyon helyes megoldás lett volna, amit sajnos nem fogadtak el az ellenzéki pártok, hogy sort kellett volna keríteni egy előválasztásra. Hát egy előválasztáson tudja, hogy ez az ember nem került volna be. Nem tudom, hogy milyenek a többi jelentkezők, de a logika, a józan paraszti logika azt mondja, hogy... Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a pártok, amelyek most egymással együttműködésre törekednek, és akár kormányzást is célú tűznek, nem engedhetik meg azt, hogy ilyen jelölteket szűrők nélkül vállaljanak. Egyébként az illetőről azt el kell mondani, és ez egy pozitív állítás a másik oldalról nézve, hogy az elmúlt választáson ő kapta a második legtöbb szavazatot. Helyi szinten, tudom, csak mondom, megjegyzem, tehát helyi szinten neki a támogatottsága nem volt csekély, vagy nem volt gyenge, és szerintem ezt próbálták honorálni. Sőt, valami közgyűlésnek a tagja is. Igen. Tehát az biztos, hogy ez egy nehéz probléma, amikor különböző értékrendű pártok el kell fogadják egymás jelöltjeit, annak azért nem az a legjobb módja, hogy bármilyen, vagy akármilyen korábbi támogatottságot alapul vesznek, hanem megpróbálnak egy olyan szűrőrendszert fölállítani, ahol ilyenek nem feltétlenül. Akkor ezek szerint ön az előválasztások híve? Azt gondolom, hogy az egy hálás eszköz lehetne, hogy úgy válasszák ki a lehető legerősebb jelölteket. Az úgy rendben van, csak én állandóan azon gondolkodom, hogy ha mondjuk én hiszek egy pártnak az ideológiájába, akkor az a párt ne jöjjön, akibe esetleg én hiszek, elmondani nekem, hogy igen, de most nem Milán kell szavazni, hanem XYZ-re. Tehát szerintem, amikor egy ember Amerikában megnyomja a gombot, vagy nálunk bedobja az urnába a papírt és beixeli, akkor egy saját ideológiája van, egy saját elképzelése a világról, és nem lehet vezényszóra azt mondani, de ahhoz, hogy most
változtasd meg, és annak az ellenkezőjére szavazzál, mert ugye ezek a pártok azért nem teljesen kompatibilisek egymással. Igen, tehát azért hozzá kellett, hogy a magyar választási rendszer részben a pártokat e felé terelte. Nem feltétlenül teljes egészében, azt gondolom, tehát, hogy azért ebben a rendszerben is akár meg egy Fideszt is meg lehetne verni úgy, hogy nem feltétlenül fognak össze a ellenzéki pártok. Ez inkább azt jelenti, hogy ellenzéki pártoknak az erőssége egyik pártnak sem annyira jelentős, hogy kihívója lehessen, ezért a rendszer eleve őket összetereli. Szerintem ez egy olyan próbálkozás lesz, amikor kiderül az, hogy ugye teljes összefogás valóban képes-e azt az erőt összeadni, vagy pedig kiderül 22 után, hogy újra kell gondolni ismételt az ellenzéki együttműködés, vagy az ellenzéki szereplés Magyarországon. Meglátjuk, hogy mi lesz. A puding próbálja majd 22-ben kiderül, hogy az milyen. Többen az ön által vezetett, vagy társelnökként vezetett pártot hibáztatták az előző kudarcokért, mert hogy nem működtek együtt. Mennyire ma már ön szerint, ha bár most már nem ön a társelnök ennek a pártnak, képes az együttműködésre, hisz, mint az előbb mondtam, egyik a másikkal nem kompatibilis, mondjuk zöldnek zöldek, ők a legzöldebbek, akár Szanyi Tibor azt mondta, hogy ő viszont méregzöld, tehát nem tudom, hogy akkor mi a különbség. Mégis hogy lesz ebből egy? A korábbi állítás egyébként az nem valid állítás, ezt én nagyon sokszor is találkoztam ezzel, és magyaráznom kellett ezt az állítást, hiszen nem egyik vagy másik pártól múlt, hanem eleve olyan volt az ellenzéki környezet, ebben egyébként a többi pártban is lehetett volna olyan nyitás, ami eleve egy lavinát elindíthatott volna már 18-ban is. De NPS ezt megpróbálta, volt egy olyan rés, amin mi megpróbáltunk ehhez hozzá segíteni, ez nem volt akkor sikeres, nem mi miattunk. Hogy az LMP hogy talál meg magát, szerintem az LMP nyilván most egy picit előre lépett, és megpróbál proaktívan ebben részt venni. Mondom, hogy ez a párt szempontjából, a zöld politika szempontjából, ellenzék sikeressége szempontjából, ez milyen eredményt fog hozni, bennem is vannak kérdőjelek, tehát ez nagyon nehéz. Mennyire fogja tudni állásait megvédeni az LMP? Mondjuk az előző választásokon nem volt momentum, most viszont már van momentum is. Kik azok, akiktől az LMP még friss vért tud szerezni? Ugye ez a mostani rendszer, amiben belecsúsznak az ellenzéki pártok, nem engedi meg azt a különbözőség megtételét, vagy éppen megengedését a választók számára, hogy ők ez szerint voksoljanak. Tehát igazából tök mindegy lesz, már bocsánat ezt mondom, hogy ott Momentum szavazók, vagy éppen DK szavazók vannak, hiszen ahogy ugye látjuk a mostani választáson is, ami lesz ugye időközben, hogy az ellenzéki szavazókat megpróbálják arra a pártok mobilizálni, hogy fogadják el a ködös jelölt neki kiáltott, elfogadott, előválasztott ködös jelölt. Van még 30 másodpercünk. Orbán Viktor meg eldördült a startpisztoly előkészületek a választása, és mint hogyha a kormánypártok is most hirtelen egy kicsit megzöldülnének. Mennyire kedvez ez a zöld pártoknak? Nem zöldülnek. Nem is fognak tudni zöldülni. Alapvető állításaik sajnos ezt nem engedik meg. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Kendernai Jánost hallották, aki hamarosan visszatér hozzánk, és kedden a 7 órás vendég című műsorunknak lesz a vendége egy hosszabb beszélgetésre, de most a pontos idő 9 óra, és ha 9 óra van, akkor az én zsidó szemüvegemen keresztül egy általam vélt objektív híradót látnak. Akinek más a véleménye, nyugodtan írja meg, azzal a feltétellel, hogyha kritikája építő jellegű. Tehát akkor most következik a híradó, tartsanak velünk, ne felejtsék el, hétfő van, a hét második napján vagyunk, lesz ma világ zsidó szemmel és szenzációs műsorok. Várjuk Önöket a nap 24 órájában, és akkor most jön a híradó.